Élen járnak az idegen nyelvek tanulásában a romániai diákok, ez derül ki az Eurostat legfrissebb felméréséből, amelyet a Nyelvek Európai Napja alkalmából tettek közzé. 2015-ben az Európai Unióban közel 19 millió általános iskolás diák tanult legalább egy idegen nyelvet, közel 5%-uk kettő vagy több idegen nyelvet is tanult. Ezek között van a romániai diákok nagy része is. A romániai diákoknak a nagyon nagy százaléka tanul idegen nyelvet, egyet vagy kettőt. Hát nyilván ez uniós irányelv is, és hát az államvizsgához, az záróvizsgához pedig kötelező idegen nyelv vizsgát is tenni. És hát ez teljesen egyértelmű, hogyha európai irányú oktatást szeretnénk, akkor az idegen nyelvek megkerülhetetlenek. Romániában a legnépszerűbb az angol nyelv, a diákok közel 83%-a próbálja elsajátítani, ezt követi a francia nyelv mintegy 15%-kal. Ezzel szemben azonban a romániai magyar diákok többségének gondot jelent az állam hivatalos nyelvének az elsajátítása. A híradónk által megkérdezett pedagógus szerint ez azzal magyarázható, hogy a román nyelvet anyanyelvi szinten tanulják a magyar diákok is, ami hosszú távon hátrányt jelent számukra, és ez rendszerint az érettségi eredményeken is megmutatkozik. A saját gyerekeimen látom, hogy még sokszor én se értem a szöveget, tehát hogyha idegen nyelvként élvezetesen színes tankönyvből is tényleg azon a szinten, ahol egy magyar gyerekkel kell kezdeni, úgy tanulnák, akkor valószínű eredményesebb lenne. A 2017-2018-as tanévre egyébként az Oktatási Minisztérium az 5. osztályos magyar diákoknak egy a tanárok szerint jóval korszerűbb és gyakorlatiasabb román tankönyv kiadását hagyta jóvá. Az új tanterv ugyanis a kommunikációra, a beszédértésre helyezi a hangsúlyt, ennek hatása azonban csak évek múlva lesz mérhető.